Per Christian Jersey, A gyermekek szigete. Első fejezet. 5:45-kor megnyikkant az ébresztő. Néhányat kattant, majd egy sorozat rövid csengetés következett. Réni elhallgattatta az órát. Már rég ébren volt, fel is öltözködött, aztán újra meg újra elbóbiskolt, és 5:30-ban végleg felébredt. Lelökte magáról a takarót, és kiugrott az ágyból. Farmer nadrág, sárga trikó, meg a kézilabda cipője volt rajta, amelynek kissé hosszú a fűzője. Ma kell elutazni a nyaralni, a gyermekek szigetére. Bement az anyjához, aki a rekamién horkolt. A takaró alól kilógott az egyik mesztelen, szeplős lábszára. Nyitott, félig csomagolt bőröndök hevertek szanaszét a szobában. Válfákon ruhák és blúzok fügtek, minden lehető és lehetetlen helyen, a függönytartón, a csilláron, az erkélyajtó kilincsén. Anyja is utazni készült, de éppen az ellenkező irányba, nyugatra, Uddevallába. De az ő vonata majd csak 10:30-kor indul. Mi lenne, ha Réni fütyülne az egészre és egyszerűen föl se keltené? Ha nem rázza föl, az anyja akár estig is elalszik. Réni kiment a konyhába és szemügyre vette az asztalt, amelyet a hajnali derengésben 2 és 3 között már megterítette reggelihez. Fúj! Az apályás tasaknak már a látványától is rosszul lett. Zapkása, gondolta, és már is érezte, amint hánykolódni kezd a gyomra, akár fóka a vízben. Zapkása, természetesen a nyaraló telepen is azt adnak a gyerekeknek. A jégszekrényben talált egy csomag kókuszos golyót. Kivitte az erkélyre, és leült az egyik összecsukható székre. Megpróbálta rágás nélkül lenyelni a kókuszos golyókat, de nem ment. A kókuszszálacskák beleakadtak a nyelvébe, apró szigonyokként. Ha az anyját az utolsó pillanatig aludni hagyja, akkor biztos nem fog nagyon erősködni, hogy kivigye őt a főpályaudvarra és felültesse a buszra, amely onnan indul a stockholmi sziklaszigetek felé, a gyermekek szigetére. Réni egyedül akart boldogulni. Tegnap este ezek voltak az utolsó szavai. Ha az ember lényegében már 11 éves, akkor tényleg utazhat egyedül a helyi érdekűn, és a buszra is át tud szállni a főpályaudvaron. Réni újra bement a jégszekrényhez, és ivott egyet az almaléből, amit a kókuszos golyókkal együtt útra valahol kapott. 7:50-10 az erkélyen üldögélt, és egy réges-régi, csodálatos Mickey Mouse folyóiratot lapozgatott. A folyóirat pontosan 1962-es évjáratú volt. Aztán újra bement az anyjához. – Kelj fel! – mondta, és megráncigálta a takaró alól kilógó lábát. – Ne, nem még! – mormolta az anyja, és a fal felé fordult. 7:10. Az anyja hirtelen felült, megfordult, és kinézett a napra, mintha nem akarna hinni az órának. Aztán elszántan felkelt, és a telefonhoz botorkált. Hívok egy taxit, még idején odaérjünk. Taxi! Réni ezzel nem számolt. Minden eszközzel meg kell akadályozni. Anyjához szaladt, és megragadta a könyökét. Csak 25 múlva indul a helyi érdekű. Elérem még. Játszva elérem. Te? Neked nem kell jönnöd. Haló? Szólt bele anyja a telefonba. Haló? Lerakta a kagylót, nyilvánvalóan nem kapcsolt a szám. Szélvészként már is kint termett a fürdőszobába, és kinyitotta a csapokat. Ha anyja a fürdőszobában volt, mindig több csapból ömlött a víz. Ő vezek biztosan nem ücsörög úgy a kádban elmélázva. Réni kicipelte a nehéz bőröndjét az előszobába. Eddig minden jól megy. Tett egy varga betűt ki a konyhába, és teavizet rakott fel a tűzhelyre. Miközben az anyja öltözködött, Réni felmászott egy székre, és a ruhás szekrény felső polcára dugta a Mickey Mouse folyóiratot. Rácsukta az ajtót, és az egyik sarkát leragasztotta ragasztószalaggal. Ide senki sem fogja bedugni a szimatoló orrát úgy, hogy ő észre ne venné. A virágok! Kiáltotta odabentről az anyja. Sosem fogok elkészülni. Réni bement a szobába, és hozzálátott, hogy bevesse az anyja ágyát. Ez majd megnyugtatja kissé. Egyedül is el tudok utazni, mondta közben. De csak nem hagyom, hogy a fiam egyedül menjen a főpályaudvarra, amikor most 2 hónapig nem fogjuk látni egymást. Föltettem neked a vizet. Nyugodtan megihatod a teádat, ha én már elmentem. Anyának könyvszökött a szemébe. Oda szelett Rénihez, és hevesen magához ölelte. A helyi érdekűhöz mindenképpen kikísérlek. Kedves tőled, mondta Réni, tényleg. Az anyja kivitte Rénit a helyi érdekűhöz,
Álmosan cipelte Réni nehéz bőröngyét. Túl korán értek ki az állomásra, és várniuk kellett, de már semmi mondani valójuk sem volt egymás számára. Az anyja ásított, aztán elővette a pénztárcáját, és egy tízessel megtoldotta, amit Réni már előzőleg kapott tőle. Réni óriási megkönnyebbülésnek érezte, amikor a vonat megérkezett. Most odabent ült a kocsiban, és az anyját nézte, aki fél méternyire állt tőle a csukott ablak mögött, és szorgosan integetett. Réni bátorítóan odabólintott neki. Az anyja mondott valamit, Réni nem értette mit. Összeráncolta át a homlokát, és tagadólag rázta a fejét. A vonat már megmozdult, és az anyja most gyorsan odakarmolázta a porral lepett ablaküvegre. Írj! Második fejezet. Röviddel 8 előtt Réni a stockholmi hangversenyterem lépcsőzetén ült, és leveleket írt. Egyetlen csomagját, a várralkasztos pumatáskáját, a hátsója meg a lépcsőfok közé szorította. A levélpapírt a két lábára rakta, ami azt eredményezte, hogy írás közben előre kellett görnyednie, az álla a térde közé került. Már legalább 10-szer olvasta. Ezennel közlöm, hogy Réni Larson vakbélgyulladásban megbetegedett, ezért nem tud elmenni a gyermekek szigetére. Ha postát kapna, kérem a leveleket elküldeni a címünkre. Kiváló tisztelettel, Harriet Larson. Az egyetlen dolog, amivel Réni igazán elégedettnek érezte magát, az anyja hamisított aláírása volt. Sokkal sikerültebb az eredetinél. Egyébként úgy érezte, hogy a levél túlságosan rövid, csak hogy nem jutott eszébe semmi, amivel kiegészíthetné még. Egyszerűen minden benne van, aminek benne kell lennie. Segélykérőn emelte tekintetét az Orpheus kútra, ám Orpheus kizárólag a húr nélküli hárfájával foglalatoskodott. Görnyed tartása folytán Rénit hirtelen elfogta a vécészhetnék. Ma reggel ezt elhanyagolta, de csöpp kedvesen volt vécét keresgélni, már csak azért sem, mert fennállt a veszély, hogy mire megtalálja, már nem is lesz szüksége rá. Ehelyett hát nyeldekelt és köhögött, ami rendesen használni szokott. Ezúttal is segített. Jó egy perc múlva úgy eltűnt a hasából a nyomás, akár egy légbuborék. Réni berakta a levelet egy borítékba, a borítékot megpróbálta megnyálazni, de nem volt elég nyála, mert ez előbb mind lenyelte. Megpróbálta még egyszer, ennek az lett az eredménye, hogy a boríték éles szegélye megvágta a nyelvét. Undorító, sós ízt érzett. Közben viszont felfedezte, hogy a kút vize a medence egyik sarkán túlfolyik. Táskáját a lábszára közé szorítva lecsúszkált a medencéhez, egyik ujját a vízbe mártotta, megnedvesítette a borítékot, ráfektette a combjára, és egy nyomással lezárta. Azután a szem elé tartotta, hogy ellenőrizze a címet meg a bélyeget. A boríték némileg megviseltnek látszott. Réni kinyitotta a pumatáskáját, és lepréselés céljából a gyűrött borítékot elhelyezte a rekordok könyve lapjai közé. Ezt az egyetlen könyvet hozta el magával. Ismét fölkapaszkodott a széles lépcsőn, és ezúttal a tetején foglalt helyet, támasztékul az egyik oszlopnak nyomta a táskáját. Azzal már is nekifogott a következő levélnek. Szia, anyu! Bár az anyja szerette volna a Harrietnek szólítja, Réni mégis anyut írt, hogy éreztesse a távolságot. Hogy Harrietnek szólítsa az anyját, abban Réni füle valamilyen hamis csengést hallott, elvégre még az anyja az úraházban. Lenézett a Hötorgetre. A piasztéren most állítgatták föl az elárusító helyeket, a legtöbb elkészült már, de néhány még nem. Réni virág, gyümölcs és hulladék szagát érezte. Az Orpheus kút peremén hirtelen egy patkányt látott elvillanni. Elegánsan ugrott le a szobor talapzatáról oda, ahol a víz túlcsordult a káván. Takaros patkány volt, inkább sárgásbarna, semmint szürke, farka kurta, lesoványodott aranyhörcsökhöz hasonlított kissé. Hopp, már is kikötött a földön. Réni felugrott, és még látta, amint a patkány eltűnik egy kanál is rácsozata mögött. Ez a kis közjáték annyira föllelkesítette Rénit, hogy nyomban visszaült, papírt és golyóstollat szedett elő, és a rekordok könyvének, mint aláttétnek, a tetején írni kezdett. Szia, anyu! Itt a gyermekek szigetén minden csodálatos. Az első napról ez minden esetre még leírható, amikor még nem vették kezdetüket a nehézségek, és a nevelők nem fették fel az igazi arcukat. Fürdünk meg, focizunk, folytatta,
de aztán elvesztette a fonalat, és a golyós tollát kezdte rágcsálni. A ceruza jobb, annak a fájába belemélyedhet a foga. Nem így a golyóstól. Ha abba beleharap, mindjárt szétmegy a műanyag tokja. Réni egy kicsit még elbabrált a tollal, aztán összeszedte magát és folytatta. A kaja klassz! Tovább nem jutott. Egy emberre terelődött a figyelme, aki narancs színű overált viselt, és vastag gumitömlőt vonszolt maga után, amelyből locsolni kezdte a hangversenyterem lépcsőzete előtt a teret. A vízsugár a kanál is felé ruhant, és lezúdult rajta. Réni remélte, hogy a patkányok jól tudnak úszni. Órájára nézett, 10 perc elmúlt 8, vagyis ideje volna harapni valamit. A kaja klassz! Ki kell találnia valami személyeset, valamit, ami kizárólag őrá vonatkozik. Egyes egyedül vele eshetett meg, máskülönben Harriet anyuka csalódott lesz. Ma reggel eltörtem az egyik lábamat, írta Réni. De ezt tüstént abba hagyta. Anyja még aggódni talál, esetleg felhívja telefonon, sőt, akár még a vonatra is felül, hogy odautazzon hozzá. Tucatnyi kuszavonással kihúzta át a mondatot, és helyette ezt írta. Ma reggel egy darázs megcsípte a lábam nagy ujját. Remek, remek. De a nővér a betegszobán bekente rovarkenőccsel. Egyszerre úgy érezte, hogy tele van ötletekkel. Ma este kolbász sütünk tábortűzön, folytatta. De ezzel aztán kiismerült. Tovább egyetlen betű sem jutott az eszébe. Rénit ez mélyen lehangolta. Ha már ezt az első levelet is ilyen nehezen nyögi ki, mi lesz akkor a többivel? Hogy az ördögbe fog egy egész nyárra való mesét kiötleni a gyermekek szigetéről? Talán könnyebb lenne, ha átérne a képes levelező lapokra. Egy képes lapra nem megy rá annyi, és ha jó nagy betűkkel írna. Képes lap? De honnan szerezzen képes lapokat a gyermekek szigetéről? Pokol lesz ez neki egy teljes nyarat kieszelni a gyermek üdülőtelepen. Még pokolibb lenne azonban, vigasztalta magát Réni, ha személyesen kellene átélnie. Van-e pokol? Ez egyike azoknak a kérdéseknek, amelyekre Réni választ akart találni ezen a nyáron. Nagymama biztos benne, hogy van pokol. Nagymama Gavléban lakik, és tagja az ottani Maranatra szektának. Ez volt egyébként a fő oka annak, hogy Réninek ezt a nyarat a gyermekek szigetén kellene töltenie. Az anyja és a nagymama néhány dologról más nézetet vall, egyebek közt a pokolról is. Az elmúlt nyáron Réni meg a nagymama sokat beszélgettek a pokolról. A nagymamának tudniillik nincs tévéje. Ezért aztán esténként mesélt Réninek, részint az emlékeiről, a heringfeldolgozóban eltöltött időkről, részint pedig, és elég sokszor, Istenről, Jézusról, meg a pokolról. A mennyországról nem annyit, az égről való ismeretei eléggé hiányosak voltak, ám a pokolról rengeteget tudott. A kínzásnak 1000 válfaja létezik a pokolban, a kerék, a billentős bitó, a vízpróba, a vasszűz, a spanyol csizma, a torokba öntött forró ólom. Réni még az elektromos kínzást is hozzátette volna, de a nagymama, mint eretnek modern találmányt, ezt elutasította. A nagymama leírásai a pokolról Rénit részben megrémítették, másrészt azonban vonzották is. Rémálmai azóta sokkal színesebbé váltak. Egyszer mint azonban mégsem tudott egészen hinni a nagymamájának, mert ha tényleg van pokol, akkor annak sokkal, de sokkal rettentőbbnek kell lennie annál, mint ahogy akár a legvadabb emberi fantázia is elképzelhetné. Mert különben úgyszólván semmi különbség sem lenne a földi meg a pokolbeli élet között. Időközben az óramutató 8 óra 17 percre ugrott, és Réni gyomra most már komolyan elkezdett korogni. Ha nem jutok gyorsan valami ennivalóhoz, gondolta, akkor engem fal fel belülről az éjség. Újra maga elé rakta a levelet. Ma este kolbász sütünk tábortűzön, olvasta. Sebesen kihúzta, mert nagy mértékben fokozta az éjségét, és helyette ezt írta. Ma este megvizsgál minket az orvos. Jó ez? Nem, mert anyja összefüggésbe hozhatja az állítólagos daráscsípéssel, és még feltalál ülni a vonatra, hogy odautazzon hozzá. Ma este énekelni fogunk, írta végül. Ördög és pokol, egy levélre dátumot is kell írni. Stockholm, gyermekek szigete, 1975. június 9. Írta a jobb felső sarokba. Átok egy szomorú látványt nyújtott a piactér. Elárusító helyek egyik a másik hátán,
néhány ház homlokzata, egy sor zászlórúd, egy fagylaltos bódé. Nem, azt legjobb most meg sem látni. És aztán ez a csobogó szobor, ami az egész kilátást elveszi az ember elől. Miért kell Svédországnak mindig ilyen unalmasnak lennie? Ha ez most Franciaország volna, akkor Orpheus helyett ott most egy giotin állhatna. Magas deszka emelvény, a vesztőhely körül katonák, körös körül meg hatalmas néptömeg, köztük kötögető anyókák, akik felvisítanak. Juhú! Valahányszor a penge lezuhan, és a hóhér magasba emel egy levágott fejet. Réni látta a televízióban a vörös pimpernelt, és így pontosan tudta, hogy miként megy ez Franciaországban. Építettünk egy kunyhót, írta. De az egyik fiú giotint akart építeni, ezért kitiltották a játékból. Úgy, és mostanra ennyi meg is teszi. Réninek az az érzése támadt, hogy az egész nyarat kimerítette már ebben az öt sorban. Sokszor üdvözöl, Réni. Utóirat, küldj egy 10-est. Fejezte be a levelet. Pumatáskájában 33 korona, 60 őréje volt. Csak az ördög tudná, meddig elég, ha az éhség gyötri az embert, hogy már reggel 8 órakor ebédelni támad kedve. Az evés gondolatára összefutott a nyála, úgyhogy a második borítékot már az Orpheus kút segédlete nélkül is leragaszthatta. Nehogy ez a levél is összegyűrödjön, mindjárt felütötte a rekordok könyvét, préselés véget. A könyv a 345. oldalon nyílt fel, és Réni ezt olvasta. A világ legnagyobb méretű könyve a The Little Red Elf, a piros manócska, amelynek William P. Wood az írója. Ez a 64 szakaszból álló verses elbeszélés, amelynek maga a szerző a kiadója, 2 méter 18 cm hosszú és 3 méter 5 cm széles könyvvel jelent meg. A szemközti oldalon fénykép. A szerző skót szoknyában, amint bebújik a felütött könyv két lapja közé. Olyan volt, mintha egy forgóajtón akarna keresztül menni. Réni belerakta a levelet, aztán jobb kezéből töltsért formált, és akár egy messzelátón lenézett rajta keresztül a hőtorgetre, mint a legyek olyan kicsik lettek az emberek. Csak én egyedül létezem az egész világon, gondolta. Mindaz, amit látok és hallok, csak film. Ha akarom, kinyújtom a kezemet, és kikapcsolom a vetítőgépet. Akkor aztán nem bánthat senki. Szeméről most a szája elé csúsztatta a kezét, és belefújt. Semmilyen hang nem hallatszott. Tölcsérré formált keze elé rakta a bal tenyerét szelepnek, löketszerű finkhang. Ilyen hangja lehetett, amikor Isten megteremtette Ádámot egy agyagrögből. Majd megkérdezi a nagymamát. Harmadik fejezet. Réni végtelennek érezte a kínokat, amelyeket ki kellett állnia. A Carol's Hamburger büfé 10 órakor végre megnyitotta a kapuit. Gyomrát akkora már teljesen átitatta a gyomorsabb, hogy azután kiszáradtan, mint egy elhasznált ócska papírzacskó, gyűrötten lecsusszon a májára, vagy talán a vesélyére? Réni kissé gyönge volt az anatómiában, a rekordok pedig sajnos nem tartalmazott anatómiai ábrákat. Kísérletképpen Réni utána nézett, a világ legnagyobb gyomra és a világ leghosszabb farka címszavak alatt. Ehelyett a világ legnagyobb süteménye címszóra bukkant, ami egy 11,3 tonnát nyomó torta volt. Réni beviharzott a Carol's-ba, egyenesen a pulthoz, ahol egy álmos öregasszony felvette a rendelését, egy klubburger, szalmakrumpli, egy pepsikóla, egy almáspite. Ez egyszeriben körülbelül a harmadára csappantotta készpénz állományát. 6 percen belül bekebelezte az egészet. Kérdés, nem kellene jegyeztetnie a rekordok könyvében? De nem, az evési meg az ivási rekordokat mindig a felnőttek állították fel. Hogy is tudna azokkal versenyre kelni? Tulajdonképpen semmi sincs, amiben gyerekek járnak az élen, ha csak nem volna olyan szám, mondjuk, hogy apró ablakokon kellene átbújni. Réni egyáltalán nem érezte magát jól lakottnak, és voltak éppen még befért volna valami, de takarékosan kellett bánnia a pénzével. Legalább augusztus 18-áig meg kell élnie belőle, amikor majd újra megkezdődik az iskola, de nem ártana, ha még ennél is tovább tartana, amennyiben a nyár folyamán úgy döntene, hogy a jövőben hasznosabb lesz számára, ha nem jár többé iskolába. Ennyi pénzből természetesen nem tud kijönni addig, vagy valami állás után kell néznie,
vagy pedig okosan befektetni a tőkéjét. Réni már hallott róla, hogy befektetés nélkül nem szaporodik a pénz. Makacsul visszatérő dallamként rémes szavak kezdtek Réni fejében nyüzsögni. Dinnye, kicsike, citrom, nem bánom. Vajon miért? Mert olyan sokáig bámult le a piacra, és közben annyi gyümölcsöt meg zöldséget látott. Ágyú löveg, beletöltet, töltényt bele, ott egy here. Töltényjel megtölti ágyúját, de a töltény az kicsi, az ágyút golyóval tölti meg az ember, vagy gránáttal. Citromot evett a here, hát még mormonok, hormonok, teutonok. Két tenyerével két felől rácsapott a fülére, hogy kizavarja belőlük ezeket az alkalmatlankodó szavakat. Nem fecsérelheti hülyeséggel az idejét. Ez az első szabad napja, az első olyan napja életének, amikor senki más akaratától nem függ. Nem ment, nem tudta elzavarni a szavakat. Kitölti meg az ágyú löveget? A mormon-e? A hormon-e? Vagy talán a here? A mormonok persze békeszeretőek, és így nem lehet nekik ágyújuk. Azon kívül a mormonok sok felesége közül az egyik kitébethet a lőtérre, bele az ágyuk tüzébe. Lencse? Lencsét evett egy here egy teutonnal, és aztán lespriccelték egymást a szifonnal. A herét meg a teutont kirakták egy szigetre, hogy ott lejjék a halálukat. A sziget a gyermekek szigete. Réni elővette zsebéből a golyóstollát, és firkálgatni kezdett vele az acskón, amiben az ennivalót kapta. Tapasztalatból tudta, hogy ezek a nevetséges szavak nem fogják békén hagyni, amíg nem csinál belőlük valamit. Mint egy fél óra múlva összeeszkábált belőlük egy verset, amely annyira megérte tetszését, hogy leszakította az acskóról és zsebre vágta. A vers így hangzott. A fekete here ágyúját megtöltötte, citromot tett bele és tüzet nyitott vele az ellenségre, egy gonosz dinnyére. De most már legfőbb ideje, hogy kimenjen a főpályaudvarra és elhozza a bőröngyét, amit kora reggel berakott a megőrzőbe. Csak nem valamennyi ruhaneműje abban volt. Nadrágok, alsók, pulóverek, zoknik, meg az egyetlen inge. Valamennyi frissen mosva és leltár szerint rávezetve az előre nyomtatott ruhajegyzékre. Átkozottul nehéz bőrönd volt. Réni örült, hogy csak a megőrzőig kellett elcipelnie, és nem keresztül az egész pályaudvari csarnokon a várakozó autóbuszig. A Kerolzban, mielőtt elindult volna onnan, még kiment a mosdóba, és leöblítette a mentolos cukorkarudakhoz hasonló, vastag, piros-fehér csíkozású szívószálat, amit a Pepsi kólájához kapott. Ilyen szívószálak nem minden bokorban teremnek. Csak nem olyan vastag volt, mint egy fúvócső, az ember akár egy borsos szemmel is megtölthetné. Begöngyölte egy szalvétába, és a pumatáskája legaljára rakta. A főpályaudvar felé vezető útján Réni elment az Allens áruház melletti Wenzel-féle modellezők boltja előtt, a Mester Samuel Gatanon. Wenzel kirakati modelldarabja már réges-rég egy helikopter volt. Réni hónapok óta spórolt már rá. Csak nem 2 méteres helikopter volt. Robbanó motor hajtotta, és távvezérléssel irányítható. 1770 korona volt a modelldarab ára, és Réni még csak nem is volt 100%-ig meggyőződve róla, hogy ebben az árban már a távvezérlés is benne foglaltatik. De hát egyre megy, Réni mindenképp a helikopter mellett döntött. Kétüléses, amerikai harci rep helikopter volt, márkája Bell 209 High Cobra. A nyár elő folyamán fontos szerepet töltött be Réni képzeletében. Ha unta magát, ha nem tudott elaludni, vagy ha egyéb okok folytán némi lelki erősítőszerre szorult, olyankor a High Cobráról ábrándozott. Először csak arról, hogy megvásárolta a modelldarabokat, és összeállította belőlük a helikoptert. Később már arról is, hogy repült vele. Idővel mindinkább megerősödött benne az a meggyőződés, hogy egy közel 2 méter átmérőjű rotorral felszerelt helikopternek úgy 30 kilónyi légiterhet kell elbírnia. És mint hogy Réni csupán jó 28 kilót nyomott, így tehát még némi játéktere is maradt. Emellett a távvezérlő nélkülözhetőnek látszott, hiszen ő maga vezeti majd a gépet. Ha nagyon unatkozott, Réni ott látta a gépet már startra készen, forgó rotorjaival az iskola tetején. Így aztán Réni majdnem minden nap helikopteren ment haza az iskolából. De még nagyobb örömet telt a helikopterében, ha megneheztelt valakire, egy tanárra például, vagy valamelyik osztálytársára, aki ő helyette más fiúval akart inkább játszani.
Aki aljas volt Rénivel, az most alaposan megkeserülhette. Ilyenkor már nem csak holmi békés légi útról volt szó. Nem. Réni ilyenkor bevetette ellené a harci helikopter teljes fegyverzetét, a gyors tüzelő ágyukat, a rakétákat, meg a napalmbombákat. Tekintélyes időt töltött el a kirakatba állított modellt nézegetve. A helikopter belsejében Réni nem férne el, túl szűk ott a hely. Alul kell tehát feküdnie, kinyújtóztatva a testét. Nem okozhat túl nagy gondot levenni egy kiszolgált hátizsákról a hevedereket, és ráerősíteni őket a helikopter talpaira. Akkor csak oda kell csatolnia magát a géphez, beindítania a motort, és azután elrugaszkodni. A repülés gondolata Rénit mindig felzaklatta és boldoggá tette. Nem tudott többé rendesen járni, ugrándozva, szögdécselve haladt végig a járdán, le a Vasegatán felé. Úgy dobogott a szíve, mint a fel akart volna szaladni a torkán keresztül a szájába. Néhányszor megpördült önmaga körül, táskáját ellensúlyként a nyakába akasztva. Néha napján rettentő jó dolog élni, és lesz még jobb is. Igaz ez, tényleg így van? Szorongva állt meg a Vasegatán pirosat mutató forgalmi lámpájánál. Túl messze volt a másik oldal, hogy egyetlen ugrással oda átteremjen, legalább 15 méter. Mielőtt a megőrző rekeszéből elhozná majd a bőröngyét, Réninek még el kellett intéznie egy rendkívül fontos ügyet. Le kellett fényképeztetnie magát. Egy 25 szelvényes kombinált utazási bérlethez kellett a fénykép, a bérlet a Stockholmot környező elővárosokra is érvényes. Amikor Réni ezt a szabad nyarat eltervezte, hamarosan világossá vált számára, hogy nem tölteti az egész idejét odakint, Sollentunában, ha az élet értelmét akarja megkeresni. Ehhez nyilván sokat kell majd utaznia, márpedig a helikopter sajnos még nem készült el. A fényképező automata előtt sor állott. Réni előtt egy katonatiszt, a tiszt előtt meg egy idős néni, mállég lógó fehér hajjal. Sor állt a nyílásnál is, amelyen keresztül a készképek kicsúsztak. Ott két gömbölyded asszony állt kötött kabátkában fejkendősen, amely alól csak a fél arcuk látszott ki. Réni azt gyanította, hogy törökök vagy valami effélek lehetnek. A nyílás most kikövött magából egy fényképszalagot. Az egyik asszony leszakította a képeket ráncos, vörös ujjaival, amelyek olyanok voltak, mint a 60 esztendőn át szakadatlanul krumplit hámoztak volna velük. Ám bár a törökök talán nem is esznek krumplit. Az asszony most odamutatta a fényképeket a másik nőnek. Aztán mindketten nevetni kezdtek, először csak zavartan vihogva és oldalt tekingetve, de aztán telitorokból, úgyhogy a nyáluk freccsent, és a fekete foguk összecsatant a szájukban. Réni is felvihogott kissé a láttukra. Jó volt látni, hogy örülnek, vagyis azt, hogy legyőzték az első félelmüket. Most a fehér hajú boszorka ült a fülkébe. Látni lehetett toporgó, ide-oda csúszkáló lapos sarkú cipőjét, mint az asszonynak sürgősen vécére kellene mennie. A tiszt levette a sapkáját, és az automata külső oldalára erősített tükörben fésülködött. Oda bent a fülkében zümmögött valami, majd kék fény villant, akár egy kipukkant neoncső. A boszorka kijött, a biztonság kedvéért tovább mosolyogva, a tisztnek bement, és forgolódni kezdett a zsámolyon. Most agyonlövik, gondolta Réni, amikor a fülkében felvillant a fény. Agyonlövik, egy sikerületlen pucskísérlet miatt. Réni odabent ült a fülkében, és a tükör kékes felületéről visszaverődő képére merett. Keserves egy dolog volt mindig egyenesen előre nézni. Réni minduntalan el akart fordulni kissé, hogy inkább a bal profilját mutassa. De rákényszerítette magát, hogy előre nézzen, és egy vigyort is kikényszerített magából. Felvillant a készülék. Undok érzés volt, mintha a koponyája fekete levegővel töltött üres golyó volna, önmaga pedig a kamera, amely a képet a tarkója belső oldalára másolja. Réni kijött a fülkéből és mérte az időt. Persze nem stimmelt, az előhívás sokkal tovább tartott 3 percnél. A nyíláson kilökött képek még így is olyan nedvesek voltak, hogy alig bírta kézbe fogni őket. Új heggyel fogta meg a szélüket, és leült velük egy padra. Teljesen hülyén festett rajtuk. Kerek, szeplős arc, szőke haj, és olyan keskenyre összehunyorított szempár, hogy szinte csak két vonalat lehetett látni. A szem körül fekete karikák, a szájban pedig egy ferdén nőtt lapátfog úgy kiállt, mintha egy darab cukorka lett volna. Réni csak nem rosszul lett, miközben a saját képét nézegette. Fúj!
de hát fénykép volt, az ő tényleges képe. Így nézett ki Réni Larson, mielőtt megesküdött magában, hogy 2 hónap múlva, augusztus közepén új fényképet csináltat magáról. Óriási lesz a különbség. 4. fejezet. A helyi érdekűben Réni felállt az ülésről, és ebben a hőségben ez olyan érzés volt, mint egy hatalmas raktapaszt rántottak volna le a fenekéről. Súlyos bőröngyét a térdével taszigálta a kocsi ajtóhoz. Úgy 5-10 ember készülődött leszállni, köztük egy anya gyerekkocsival. Amikor sziszegve kinyílt az ajtó, mindenki sietősen leszállt, csak Réni és az anya késlekedett. Réni a bőröngye, az anya pedig a gyerekkocsi miatt. Segítettek egymásnak lekászálódni a kocsiról, a többi utas megtürelmetlenül figyelte őket. Szolentónában Réni körülbelül 5 percnyire lakott a helyi érdekű megállójától, egy 3 emeletes téglaházakból álló, meglehetősen új lakónegyedben. A házak szabályos közökben egy-egy parkot fogtak körül, ahol játszóterek voltak és némi satnya növényzet. Avatatlan tekintet ezeket a házakat mind egyformának láthatta, nem úgy a Réniét. Réni bekötött szemmel is oda talált volna a Bagár Bivágen 44C kapujához. Aki ebben a negyedben nevelkedett, az megérezte minden kapuaj sajátságos szagát, különleges hangulatát, egyediségét, amit az ember tüstént megérez. A Bagár Bivágen 44C-nek idehaza szaga volt. Mielőtt bement a házba, Réni egy darabig meglapult egy csenevész nyírfa mögött. Nem szívesen vette volna, ha valamelyik szomszédjuk meglátja. Nem lenne ugyan katasztrófa, csak teljesen fölösleges, amennyiben az anyja netán megemlítette volna valakinek, hogy ő most tulajdonképpen a gyermekek szigetén van. Összeszedte a bátorságát, és belépett a házba. Ha valaki megkérdezné, azt mondja, hogy tartózkodását a nyaralótelepen áramszünet miatt néhány napra sztornírozni kellett. Sztornírozni. Ez annyit jelent, hogy lefújni. Réni a múlt évben tanulta ezt az idegen szót, amikor az anyjával Ciprusra akartak repülni. Az utazást azonban sztornírozták. Remek szó, és széles területen alkalmazható. Tegnapi házi feladatom sajnos sztornírozva lett. Ma reggel a fogmosás egyéb halasztatlan teendők következtében sztornírozva lett. Réni nagyot lélegzett, mielőtt belépett a lakásba. És ha mégsem utazott el az anyja? Stockholmban töménytelen sok állást talál egy ápolónő, ha akar, ám anyja a tenger után sóvárgott. Nem a dögunalom balti, hanem az igazi, sósvízű északi tenger után. Réni nagy megértést tanúsított az anyja kívánsága iránt. Már márciusban világossá vált számára, hogy ezáltal egyedülálló lehetősége nyílik sztornírozni a gyermekek szigetét. A lakás üres volt. A redőnyök leengedve, a virágcserepek körül vékony zöld műanyag tömlökből összeeszkábált öntözőrendszer kígyózott, amely teli üvegekből vizet szivárogtatott a növényekre. Réni bizonyos kételyeket táplált ennek az öntözőrendszernek a hatékonyságát illetően, és azt indítványozta, hogy a virágcserepeket rakják ki az erkélyre, hadd locsolja őket az eső. De Harriet anyuka erről hallani sem akart, egyrészt az erkély fedett volt, másrészt meg nem akarta kiívni a sorsot, esetleg még kitör az évszázad zivatara. Réni ellenben azt remélte, hogy hűvös, esős nyárnak néznek elébe. Rossz időben jobban lehet töprengeni. A lakás 3 szobából állt. Anyja a legnagyobb szobában aludt, amely egyszer, mint lakószobául is szolgált, és szalonnak nevezték el. Réni a 2 kisebb szoba egyikét lakta. A 3. szobát vendégszobának hívták, és többnyire üres volt. Régebben gyakran lakott benne a nagymama. Most, olykor, az anya egy-egy kollégája aludt ott. Néha napján, szombaton vagy vasárnap, amikor Réni már a reggelinél ült, az anya valamelyik kollégája társaságában jelent meg az asztalnál, akit vendégszerető módon ott marasztalt meghálni a vendégszobában. Némelyikük mugorván, másnaposan gúnyasztott, mások még jó reggelt sem akartak kívánni, ha de sem megcélozták a lakásajtót, de olyanok is kerültek néha, akikkel minden rendben volt, velük reggeliztek, elmentek Rénivel a vidámparkba, vagy segítettek neki az építőjátékában. A bőröndöt az anyja rekamiére letette. Nem éri meg kipakolni, hát ha ripszlopsz újra fel kell kapnia. Végül is melyik nagy könyvben van megírva, hogy a világ Szolentuma központjában kezdődik, és ott is ér véget. Réni elképzelhetetlenül éhes volt.
Kiruhant a szobából, és feltépte a jégszekrény ajtaját. Üres. Mindössze két doboz sör, meg egy üveg mustár volt benne. Réni kivette az egyik doboz sört, csábítóan festett, és olyan vidáman, a borítóján egy csavargóval, aki kalitkában egy pár virslit visz magával. Ezt csak is gyermekek számára gondolhatták ki. A sör mellé körítésül Réni talált egy fél csomag kétszer sültet a sütőben. A konyhából látta, hogy ég a villany a vendégszobában. Bement hát. Üres volt. Anyja csak azért hagyta égve a csillárt, hogy elriassza a tolvajokat. A biztonság kedvéért Réni az állólámpát is meggyújtotta, aztán leült a vendégágyra, és elköltötte a hideg tálját. Ezúttal nem mérte az időt, de hamar ment, olyan gyorsan, hogy a sörtől csuklani is kezdett. No, lássunk hát neki, hol is kezdje? Legjobb, ha önmagánál. Ki vagyok én? Réni Ágnel Larsson vagyok, személyi számom 64-09-09-11-52. Miért? Mert 1963. decemberének elején anya együtt volt egy hapsival. Talán Lucan akkor? Tök mindegy. Harriet még sosem beszélt erről olyan világosan, hogy a helyet és az időpontot is megnevezte volna. Annyit mondott, hogy 1963 őszén együtt volt egy férfival, akit akkoriban annyira szeretett, hogy ez a szerelem megajándékozta őt Rénivel. Csak hamar kiviláglott azonban, hogy Harriet meg az a férfi külön utakon kívánnak járni. Harriet szerelme tévedésnek bizonyult, Réninek ezért nem volt apja. Azaz, ha ezt a férfit nem gázolta el egy autó, vagy mérgezett tör nem hatolt a veséjébe, akkor persze mégiscsak volt Réninek apja. De Réni azt remélte, hogy meghalt. Különben egy szép napon még visszatalálna térni, és esetleg kiderülne róla, hogy egy seggfej. Ez a legnagyobb igazságtalansága a világnak. Az, hogy a felnőttek csak úgy, egyszerűen fogják magukat, egymásnak esnek és gyereket csinálnak, anélkül, hogy a legilletékesebbet, azaz a gyereket megkérdeznék. Ha ő, Réni kereshette volna ki a szüleit, korán sem biztos, hogy egy egyedülálló asszony fia akart volna lenni. Egy olyan asszonyé, aki majdnem mindig dolgozik, néha még éjszaka is. Akkor már az ember legyen inkább a Marabu csokoládégyár igazgatójának a fia. És akkor mindjárt ne is hívják Réninek az embert. Hol az a gyerek különben, aki szíves örömes ne változtatna nevet? Akkor már hívjanak inkább Roynak, és legyek a fia egy játékboltnak. Megint a fene enné meg. Réni a falat döngette tarkójával, hogy szétzúzza a fejében gyülekező rímeket. Mára már elege volt belőlük. Amikor a szomszédaiknak arra szottyant kedvük, hogy örökbe fogadjanak egy dél-koreai gyereket, akkor legalább előbb ellenőrizték őket. A szociális gondozóhivatal körülszimatolt náluk, sőt, még az ő anyjával is beszéltek, és Harriet nagyon rendes volt, és egy csomó jó dolgot mesélt a szomszédokról. És aztán mégsem kapták meg a koreai kisgyereket, nyilván túl öregek voltak hozzá. De az ellenőrzés az nagyon is rendjén való, minden szülőt ellenőrizni kellene, nem csak az örökbefogadókat. Az ő anyja például sohasem volt... Nem, ez egyszer Réni igazságtalan. Nem tett róla az anyja, hogy nem saját házban lakik, meg hogy nem valami okleveles közgazdászhoz ment feleségül. Éppen azért kárpótlású kellett aztán neki egy olyan tip-top, intelligens fiú, mint amilyen Réni. De hát akkor is, mégsem egészen egyenes gondolat ez. Mert ha Réni így képzeli el a dolgokat, akkor azt is elfogadja, hogy a gyerekek léteznek a szüleik kedvéért, nem pedig megfordítva. Kiitta utolsó korty sörét is, és hűvösen megállapította, a gyerekek léteznek a szüleik kedvéért. Mert különben miért hoznának létre gyerekeket? Semmiképpen sem a gyerekek iránti rendességből. Talán a nagymamán akart bosszút állni az anyja. Őt a nagymama csinálta meg a nagypapa, anélkül, hogy megkérdezték volna. De akkor már az anyja nem tehetett többé semmit. Ezért aztán a következő generáción állt bosszút Rénin. Azonban Réni már nem akar gyereket csinálni. Nem volna fair dolog ez ártatlanokon kitölteni a bosszúját. Réni szempillái elnehezültek a sörtől, de mielőtt elaludt volna, ismét felötlött benne a régi gondolat, azt a férfit, akivel az anyja együtt volt, Doug Hammarskjöldnek hívták. Hammarskjöld valamikor a 60-as évek elején halt meg, de mielőtt kinyiffant, még megcsinálta Rénit. Sok minden szól emellett, anyja ködös szavai, amikor arról beszélt neki, hogy ez a férfi elutazott, és hosszú ideig maradt távol.
Vagy az ENSZ-be utazott, vagy pedig úgy értette az anyja, hogy meghalt. Ha valaki meghal, a gyerekeknek rendesen azt mondják, hogy az illető elutazott, és talán nem is jön vissza. Az iskolában Réni látta Hammers költ fényképét, szőke haja és vékony orra volt, mint Réninek, és lógó orcák, hölcsökszerű pofazacskó jelei mutatkoztak rajta. És egyáltalán pontosan olyan kétes alaknak látszott, mint aki gyereket csinál egy nőnek, és azután gyorsan meglép Amerikába. Réni arra gondolt, nem kellene felvenni a kapcsolatot a családjával.